Ön külföldiként él Máltán? Tud azonosulni valamivel a következő kérdések bármelyikével? Valaki ígért nekem egy jó munkát Máltán, ha kimegyek. Aztán később kiderült, ez nem igaz. Kénytelen voltam Máltára kijönni dolgozni. Amikor megérkeztem Máltára, a munkaadóm elvette az irataimat. Kénytelen vagyok szerződés nélkül feketén dolgozni. Nem a megígért fizetést kapom a munkámért. Olyan dolgokat kell megtennem, amiket nem szeretnék megcsinálni. Ha ebből megpróbálnék kiszállni, akkor a családommal együtt bajba kerülünk. Fizikailag bántalmaztak, akik hasznot húztak belőlem. Ugyanazon a helyen kell laknom és dolgoznom. Nem hagyhatom el sem a lakóhelyem, sem a munkahelyem. Amennyiben valamely kijelentések igazak önre, valószínű emberkereskedők áldozata lett. Az emberkereskedelem és a kizsákmányolás súlyos bűncselekmény. Beszéljen, mert mindenkinek jár az ilyen helyzetben szükséges támogatás és védelem. Még akkor is, ha egyedül érzi magát, vagy azt gondolja, hogy senki nem fog segíteni, mert papírok nélkül él, vagy dolgozik Máltán. Ebben az esetben is tud segítséget kérni. Azonnali segítségért hívja a 179-es telefonszámot. Vagy küldjön e-mailt az apodzs@gov.mt címre. Vagy keresse fel a kellimni.com oldalt, ahol névtelenül tud live chaten keresztül munkatársainkkal kapcsolatba lépni. Vagy személyesen keresse fel a Máltai Szociális Szolgáltató Szervezet irodáját, Agencia Apodzs, St. Luke's Road, number 36, Guarda Mangia. Az iroda nyitvatartása ideje hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Kérjük, jelezze, ha bárkinek szüksége van támogatásunkra. Ne feledje, ön is tud segíteni.